Köszöntjük el az édes féréket, Jőstei Lándoló, hála van a szívünkben azért, hogy ezzel a nappal megrándékozott az Úr bennünket. Alkalmunk van örülni az örülőkkel. Ezzel az alkalommal. Ezt örülnek, jó egészségnek örülhetnek, és ez nekünk is kiváltság. Jőstei Lándoló, hála van a szívünkben. Jőisten tartsa meg testvéreinket sok erővel, kegyelemmel, bölcsességgel, ruházza fel az eljövendőbe. Boldog legyen életüknek a vége is. Reméljük, hogy lehet 5 évtized nem lesz még, de amint az Úr ad, az boldog legyen. És kívánjuk a lelki pásztoréknek is, hogy érjük meg. Ugyanez, hogy én ezt már nem tudom megígérni, sajnos. Ez volt. Aki megállapik. Először vagyunk aranymennyegzőn. Így van. Mi nem voltam? Ez az első, mint a Bálint Pártestér, hogy hogy is van ez? Ez az első. Na, üljünk. Még lesz hely. Menjünk ott a fontosnak visszajönnek. Köszönöm szépen, hogy a Bálint hálát adunk neked, hogy isteni kegyelmet folytán éltetsz bennünket. Köszönjük, hogy a szükségeseket is megadod az élethez. Hálát adunk azért, hogy testvéreinket az 5 évtizeddel megajándékoztad házas életben. Köszönjük, Uram, hogy idáig eljuttattad őket. Köszönjük, hogy most öröm van az arcukon és a szívükben. A családjukkal együtt lehetnek, és kegyelmednek örvendhet meg. Köszönjük, Uram, a kirendelt javakat is, amit újra kegyelemből ajándékozol nekünk. Kérünk, hogy áld meg asztal közösségünket jelenléteddel. Amen. Amen. És oda mentek, mások is köszönöm, hát én is oda mentem, kezdett fogtam az Úr áldja meg. A testvér merre járt Oroszországba, hallottam, hogy én udvaroltam elém neki. Hallottam, hogy teszed menni Oroszországba, és mondtam, hogy én édes apám is oda van. Ekkor magáztam még a magáztam a kérdésre. Ja, elkét a nál 17-esen, 19-es magáztam. És akkor ő elmondta, hogy hol járt Oroszországba. És beszélgettünk ott, azt mondja, hogy hát Szőlősön lesz keresztény, eljönnek? Hát mondom, nem tudom, én mondom, kevesen is vagyunk, hogy mit csinálunk. Na azt mondja, én azt mondja, hogyha megyünk, akkor eljövök, azt mondja kell. Mondom, jöjjön, mondom. Hogy Berecki testvér, itt a Berecki nénit, de nem mentek Szőlősön, de
de azért eljött, hívni bemerítésre, hogy mondja meg nekem, hogy nem lesz keresztségség. Jó, na, és akkor aztán, jött a férjem, hogy beszélgettünk. Akkor azt jött a férjem, hogy egy héten egyszer eljött. Akkor még volt, köszönöm, hogy a gépér is eleje volt, mert egy mélyen gépértek, de ők már arattak, hogy buzát hordtatok. Eljött, és hát késő 10 óra volt este, mire odaérkezett. Hát akkor ára ugye a gyorszátot elrendeztük ott minden fej is. És akkor tessék, persze a bátyámhoz nem állott ott, hogy hát lássa, hogy látja ott a számot, hanem kíváncsi volt rá, hogy mégis milyen viselkedésű az a fiatal ember. A szekérben, az udvar közepén volt a szekér, és a szekér derekából. És ő már akkor megmondta nekem első alkalommal, amikor eljött hozzánk, hogy hát neki számítása van nősülni, és ide figyelj, mondom, én egy évnél eléd, ahol az érdekes tavasszal volt egy fiatalember, azt mondtam neki, 3 évnél eléd nem létezik, hogy férhez menjek, a bátyám most megyen összerve katonán, amikor leszedett, azután talán. És akkor a férjemnek egy évet mondok én hirtelen, mivel csak egy év után össze kell, szóval egy év után férhez megyek. Én akar biztos tudni, hogy hozzá megyek vagy nem, mert ha nem, azt mondja, akkor megyen, keres magának valamit. Gondolkozóba eltűnt, megadtam, hogy beszélünk még róla. Ha jött még egy pár szó, na mindjárt aztán a bátyám, persze, akkor volt a szokás, hogy mindjárt bort vettek elő, borra kínálták. Lefogja a poharat, hát belekóstol, egy kicsit iszik belőle, leteszi. Na, ne, ezt jó lesz megfogni. Nem lesz részeges. Csapjunk rá. Nem szereti a bort. Nem szereti a bort. Nem tudom, mire úgy írtoztam mindig a részeg. Pedig a családunkban nem, hogy most részeges volt, apám igazán józan illető volt. De én azt mondtam, inkább soha nem megyek félre, mint hogy egy olyat megkapjak, aki nem fogyaszt italt. Na és akkor egy fél pohárral, egész este egy fél pohárral ivott meg. Aztán jött máskor is, akkor aztán már kezdte komolyabban venni a dolgot, azt mondja, na ide figyelj, azt mondja, ha nem akarsz hozzám jönni, én ősszel meg akarok nősülni, akkor azt mondja, összekér, akkor vagy azt mondja, megyek, akkor tovább nem jövök, hanem én is nézek máskor. Nem vagy nekem rendelve. Nem vagy nekem, azt mondja, az a jele, hogyha nekem vagy rendelve, hogy azt mondja, akkor bejössz, akkor hozzám jössz. És megkérdezi ilyen édesanyámmal is. Mondom édesanyámnak, hogy mi a helyzet, szó se lehet róla, fiam, azt mondja. Sest a fér, semmi, szó se lehet róla. Mondom a férjemnek, mikor jött másodszor, mivel ez a helyzet, nekem is a férjem, nincs semmi, nincs, mert a kutta mindent elvitt nekünk, ugye szegény nagy gazdák voltunk, volt nekünk földünk elég, de málékenyeret ettünk, meg pulickát, amennyit győztünk. Na volt ottan egyéb is, mert de jó étvágyam volt, nem számított ez semmi. Csak na, édes, nincs bele nyugodva, nincs beleegyezve sehogy se. Na, édesanyám, mondom. Tudja, hogy hívő fiúk nem nagyon vannak. És akik vannak is, van, aki feltölti a boros poharat. Ez látom józan életű. És hívő fiú. Hívő fiú. És mondom, ha mondom, kapok egy részegest, mert elébb azt mondta, nem tudsz fiam gondolkozni, nem tudod meggondolkozni. Gyermek vagy, nem tudod meggondolni. Én ezt meg voltam sértődve, hát én rendezek adót, kottát, mindent, és akkor én nem tudom meggondolni. Akkor azt mondtam édesnek, édes mondom, ha nem engedi, hogy hozzám menjek Józsihoz, akkor mondom, ha kapok egy részeges fiút, az soha az életben nem nyeri el tőlem. Jól van, fiam, azt mondja, de én hozzám panaszra ne gyere. Úgyhogy kurtán, furcsán, azt mondja aztán a férjem, amikor mondom neki, hogy mi helyzet, ide figyelj, van rajtad ruha? Gyere, ahol nekem úgyis kell lesz. És annyi, 17 éves voltam, tessék elképzelni. Én nekem még annyi eszem volt, hogy tényleg úgy van az, hogyha azt mondja egy fiú, hogy hát, ami rajtad van, úgyis jól van. Hát majd lesz, úgy gondoltam. Nem is sok volt ott a hozomány minden esetre, amit ilyen könnyű a lány. Így, gyermekészsel ilyen könnyen lehet férhez menni. Na, megnyugtatlak benneteket, hogy nem mentem volna ilyen könnyen férhez már 3 év múlva. Már meggondoltam volna, hogy mégis, hogy menjek el a háztól, milyen szegényesen vagyok. Már meggondolja, jó?
ha egy olyan fiú lett volna, akinek neki sincsen semmije, összekerülünk, fiam, szeretjük egymást. Miből élünk? Én most azt mondtam, hogy nem, hogy miből élünk, az engem nem aggasztott. Én most azt mondom, ha még egyszer lány lehetnék, nem kívánom még egyszer, de ha még egyszer úgy történne, én egy olyan fiúhoz mennék hozzá, akinek neki sincsen semmilyen, nekem sincs semmi, mi számítsuk. Egy tangyírul megöttük azt a levest első héten, másik hétre keresünk még egy tangyírt mellé, így összekuporgatni, ami van, és akkor soha nincs szemrehányás, hogy nekem több van. Még egyszer ezt megtehetném, ezt így csinálom. De már elmúltak ezek az idők, múlt időket nem érdemes emlegetni. Ha van mindenkinek minden. Mindenkinek van minden. Egyházba tetszett lakni az anyósával is. Jó, szóval és még milyen nagyos. Éppen így volt az épület, mint itt. Egyik felében mik laktunk. Még a paluma is híres anyós volt. Hát ezt is elképzelni, Bálint, hát fiatalok voltunk, összekerültünk fiatalok, hát elaludtunk este, szóval reggel. Hát a tehén, tél volt, a tehénnek kellett volna csúsznyát adni. Anyósom már félkölt rendezte a tehennet. De hát a mi tehennünk bőgött. Hát sértette, hiába özvegyasszony volt, öregasszony volt, aztán nem örült neki, hogy ott sokáig, mi volt, olyan semmi teszünk. És oda jön az ajtóhoz, veri az ajtót. Kerjetek fél, nem lesz belőletek semmi, semmi. Mégis lett valami belőle. Na aztán, mikor eljött ide anyósom, hát megvettük ott is a házat a sorgornőjének, volt egy rész, és kifizettük, és akkor mikor eljött ide, azt mondja a férjem, na anyám, most már lesz belőlünk valami. Most már lesz fia, most már jól vagytok, azt mondja. És az zéj házamat neki hagytam. Mert el akartam adni, mikor itt építni akartam. És ő azt mondja, nem szeret oda menjen idegen, hát mit csináljak, inkább kilóttam, hogy tudtam. Azt mondta, ha megyen is idegen, nem baj, de ő onnan a házból ki nem megy. De nem, ne, azt mondta, hogy ne menjen ide a idegen, úgy mondta nekem. Nekem azt mondta, hogy oda jöhet, de ő a házból ki nem megy. Akkor azt mondta, anyosom, mondom, Feri bácsi nem öregasszonyt vesz, hanem házat. Akkor eladó házunk nincsen. Majd aztán jó sokára, amikor kivergődtünk a bajból, akkor aztán egyszer izente, hogy a házat adjuk el, mert ő már csak nem bírja, aztán kiköltözik Bandi Sorgorékhoz. Bandi Sorgor akkor azt mondta, anyám, adják el a házat, Józsiék úgyis Temesváron vannak. És akkor ugyanolyan helyzet is volt, könnyen el is vehették volna a házat, hogy itt is meg volt már a házunk ott is. Nem volt szabad. Bandi Sogorban rossz indulat egyáltalán nem. Azt mondta a Sogorom, hogy hát ide figyeljen anyám, jöjjön oda ki hozzánk, és akkor ami anyósomnak van része, azt a kifizetjük neki belőle, ami volt egy harmada része belőle anyósomnak. Na hát nem, nem egyezett bele, hát mit mondjak? Nem, ott annak fiam csak egy hatod része. Hát igen, hát már még megváltottuk már. Azt már kifizettük Irmának, az Irma részét kifizettük belőle, csak a Józsi részé, amit örökölt van anyósomtól azt a hatod részt. Azt aztán kifizettük Irma. Aztán odaadtuk Irmáiknak, így az Irmáik elvállalták, mert ők úgyis számítottak haza a nyugdíjas korokra. Aztán így történt, hogy ők gondoztak.